Csácsomi csöltészt a csoki! Hello, szavaztok gyerekek, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik a következő FS15 alsó újlak videóval, bár úgyis köszönthettem volna a emberöket, hogy jó reggelt alsó újlak, mert igazából most virat ki. Ugye előző rész óta elővetettem a repcét, meg belepörgettem időbe, és egy nap etelett, és így most a reggel van, és le kellene aratnunk a repcét, de még a sorskártyák is befolyásoló tényezők lősznek. Amíg így elmondtam a mondandómat, akiket láttok, ők a csatornatagok és a támogatók, úgyhogy nekik nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak az aktuálisak. Tehát, hogyha közben lettél tag, míg nézed ezt a videót, akkor még itt nem vagy itt. Na, tényleg köszi mindenkinek a támogatást, jönnek sorba majd a nekik szánt speciál videók speciálba. Csapjuk bele a lecsóba, én arra gondoltam, mert védő. Kikapcsoltam az elszállást, hogy ne legyen akkora nagy kavalkát, és nézzétek meg. Hát ezért van, rögge van gyerekek, rögge van, és megvan érve, itt fölálltam erre az izére, tudjátok mi az a sárvédőre, jaj, nagyon jó. Egyébként lehet, hogy még kicsit pörgetek az időben, mert olyan nyomasztó ez a hangulat, hogy az egy őrület. Legyen egy ilyen 9 óra, ne álljunk neki, még nedves a repce gyerekek, nem lehet még neki állni aratni. Figyeljetek, a traktorra be kellene mennem. Meg kéne néznünk azt a nagy pótkocsit, hogy mire jó, mert eléggé ilyen ótfarú néz ki. De azért lehet, hogy rá kellene nézni, hát hogyha valami csodálatos képessége van, hogy nem tudom, high literes. És akkor nem kellene folyamat, bubazos, mondjuk azzal a nagy pótkocsival azért bevenni, tudjátok-e hova, ott az nem lesz olyan egyszerű. Na, csapjuk neki, egyébként a hajnali fények is nagyon jók. Tök jó, nagyon jó ez az FS15. Nagyon szereti a Keeper! Szerintem egy ilyen 15 percnél, várjatok egy pillanatot, 15 percnél, mert nekem megy itt egy óra, hát fel vagyok készülve, mint az őrület. Megy egy óra, és 15 percnél fogunk sorskártyát húzni, hogyha nagyon tré, akkor kettőt, jó? Ezt így kellene megbeszélni. Na, menjünk be a pótkocsira, mert ki kéne hozni a kombányt. Ja, az Ursusunk 14%-on van, de azért talán nem boldogulunk vele. Remélem, hogy most meg lesz az, vagy hatalmas money ebből, meg lehet, hogy valami jó sorskártyát húzunk ki, aztán akkor talán egy kicsit fejlődő képesek leszünk. Hát egy, nem tudom, egyébként azt sem tudom, mire költsek. Annyira nehézre csináltam ezt a kis modolt gameplay sorozatot, hogy konkrétan nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon meg kell gondolni, hogy mit kellene venni, de megmondom őszintén, én egyébként egy kisebb-nagyobb földre az egy gyűjtenék. Jó lenne, nem tudom, vagy pedig egy homlokrakodós cuccra, és akkor bálát tudnánk, meg a homlokrakodóssal esetleg fát is tudunk venni, vagy vágni, vagy mit csinálni, tudjátok. Meg kell nézni ezt a pautkocsit, hogy ez igazából mire jó, gyerekek, hát valószínűleg. De az, ez mi van, le vagy nyitva, óra lehet, ezt lehet, appá, neki mentem az oszlopnak. Lehet ezzel valamit kezdeni? He? Bála rögzítése, jaj, hát ez egy bála hordó pótkocsi, more. Hát akkor ezt nem kell itt erőltetni, úgy látom. Viszont lehet bálát rögzíteni, meg így ott, akkor bálázót követni, gyerekek. Meg van oldva a kérdés. Jó, hát akkor elengedtük ezt a pótkocsit. Neki megyünk a másiknak, mint a tót az anyjának, aztán akkor ezzel kivisszük. Meg akkor megyünk karátni, jól van? Egy jó kis aratást megcsinálunk. Hát figyeljetek, kemények legyünk, mind a Rambo 3, megcsináljuk azt, hogy autocombine módot nem rakta be a Keeper, pedig a jó lett volna, aztán, de viszont szerintem anélkül is elboldogul a főrelette a csoda. A mi kis kombányunk, ha merre kell kimenni, vegyük egy karikát, mert itt belekeverednek a dolgokba. Jó, kivisztük a pótkocsit, ami nem túl nagy sajna, de nem sajna, és aratni fogunk meg. Alig várom egyébként a sorskártyát. Még 10 perc gyerekek, tükörültök 10 szerintem, hát meg főleg. Ja, na gyerekök, nagyon szuper. Tényleg köszi mindenkinek a támogatást, aki a Lada támogatói option választotta, vagy a kisebbet, mindenkinek, mert minden egyi összeg, ami bekerül így, az a Garage Project, Keeper Garage Projectbe, avagy a Ladába fog bele pattani. Na, györökök, akkor izével ki kellene hozni a kombájt is, ezt megállítom basszus, mert már megint fogy az üzemanyag. Ennek egyébként nem fogy olyan gyorsan az üzemanyag, csak olyan, hát tudunk ugrani, hoppá, átmásztam a kerítésen. Csak annyira kicsi a tankja, hogy azzal van probléma, ide raktam egyébként a vetőgépet, ugye az utolsó rész óta itt levetettem a kabátot, meg a izét, meg a fődet evetettem. Ja, van egy ifánk, egyébként ezt eladhatnám, de ilyen mentőjárműnek tök jó lenne bemákolni. Ugye van egy MTZ
a roncstelepőn. Aztán azt egyébként nem lenne rossz bemákolni. Na jó, ez a kivánszorgunk valahogyan. Mi van, megindulunk még máma? Ja, kézifék be volt húzva, meg gyabunk neki a gázt. Kicsit kuplungot leégettük lehet. Hát ez csodálatos dolog, gyerekek! Bekapcsoltam a vellogót, bemére, azt a bötyár. Ez a, hallod, Farming 10 éves játékot úgy akasztja az a fényhatások, mint az őrület egyébként. Fölcsapod a lámpát, mondjuk, de, oda né? Fölcsapod a lámpát, már megakad. Hát itt van teljesítmény. Nézzük már meg kívülről. Hú. Ezt nagyon nem is néztem kívülről ezt a gépet így működés közben. Hát nem kis pálya a Verda. Ez is 11%-ra le van amortizálódva. Meg még ráadásul a izéje is. Hú, ezt ki kell hajtani majd a csövet. Jaj, ez, egyébként ez egy kicsit veszélyes ez a jármű. Hát egy nagyobb kombájn is jó lenne, minden is jó lenne, csak jó lenne valami jó sorskártyát húzni. Nagyba függünk attól, hogy az... Jaj, egyébként a busz még mindig benveztek el az árokba. Ja, arra beszéltünk, hogy akkor... Hú, azt kellene megcsinálni. Ugye egy passzus, majdnem elfelejtettem. Hogy összekapni annyi pénzt, hogy meg tudjam vönni ideiglenesen azokat a dolgokat, amivel ki tudnám menteni ugye a buszt a zárokból, és azért megkapnám a 30 ezret. Úgyhogy ez a sorskártya ilyenkor még él. A gyerekek, ráfordulunk így okosba. Már okosan, mit kell nyomnom? Kell egy... Várjál. Igen, el kell indítani. Hát itt aztán azért vannak ám dolgok, várjál. Igen, mondja, hogy nyomjon meg az X-et. Megnyomtam az X-et. Gyerekek itt... Ez egyébként, ez a gép. Aha, hatost is meg kell nyomni hozzá. Azt a betyár, ez olyan hangos, ezt nem tudjátok-e képzelni. Na figyeljetek, van egy ötlet. Nem ötletelünk. Azt kellene, hogy le kéne aratni ezt nagyon gyorsan. Azt a... Hát ez olyan hangos, hogy nem bírom ki. Na. Falpritékért 12 órán keresztül a MÁV-nál jobban fizetnek. Ezeket érdemes lenne figyelgetni, nem srácok? Jű, bazze, izé van! Megy a pörög az idővel, megint begyartuk, és mindjárt esni fog, basszus. De hülye a keeper. Meg így fogy a blowing, mint az állat. Jó, megúsztuk. Jó, ennek nincsen szalmája, úgyhogy ez egy hátulütője, úgyhogy lehet, hogy mégis jobb lett volna a búzát. Gyerekek, jó borús az idő. Írja is. Jó van, délután 5 óra van, hát kicsit ilyen borongós, remélem nem ered meg az eső, még az hiányozza. Bever ide a izé alá, ponyó alá. Hátra akartam nézni, na nem kell. Jó van, szépen az utolsó szömig mindent szedjünk le. Nem tudom ez a repce mennyire lesz jó nekünk. Egész jó hozama van, nem? Mert mint tellik ez. Hú, ebből megfogjuk az Isten lábát, gyerekek, nagy pénzt bekaszáljuk. De még egy sílónk sincse, hogy el tudjuk tárolni a dolgokat. Úgyhogy vannak gondok. Jó, van, gyorsan, szerintem körbe-körbe fogom maradni, nem tökölök az oda-vissza úttal. És egy autokombány módot egyébként egyelőre még azért nem raktam be. Azért nem lett volna annyira nagy értelme. Mert nagyon nem akarok a gépi munkással arattatni, mert nincsen rá pénzünk. Úgyhogy mi nem veszünk föl emberöket. Ha egyébként hallottok ilyen oltári rugást a háttérben, akkor Sanyi éppen lássa be magát valahova. Van neki egy ilyen kis kuckója. Abban van egy párna és azt éppen agyusztálja. Hát nem akarom mondani, hogy hogyan. Na most befutott a láb. Hiányzott ez nekünk gyerekek, mint szar zsebből. Jó, van körbe-körbe karikába gyerekek. Figyelj, hallod? Bence. Meg mindenki. Hát ennek van hozama, oda nézzé. 70%-on van a kotla. Hú, hát itt egy gazdagság lesz. Gazdagság lesz itt, na. Ki könny nyitni csövet majd okosba. Egyébként pont rosszul indultam. Letaposást be kéne kapcsolni, vagy be kéne rakni. Sanyika, nem jössz most fel ide, mert megőrítesz. Megpróbált feljönni az ölembe. Egyszer rövid götyában ülök itt a gépnél, nem nagyon ildomos. Lerúgja a tökeimet is a körmébe. Nem jössz ide fel, Sanyika? Nyugodj fel, mert... Na jó, Anyika, gyere! Ó, Istenem! Ne kaparj! Azt a betyár! Na, és láttátok, ide bekuporodott az ölembe kutyám. Ejj! Benne a izé, bejött a gépbe. Meg közben elfeledkeztem. Jó, várjál.
Azt mondja, hogy ki kéne nyitni a csövet, csak nem tudom, hogy de föl kell mászni hozzá szerintem. És Sanyika, ne rúgjál, mert megőrítesz. Ne rúgjál. Oké. Okay. És akkor hozni kell a traktort. Ilyen nagy a repce, hogy szemem ígér. Hát jó termés, biztos. De Sanyika, vegyél le inkább, mert már lerúgtad három tökövet, pedig csak kettővel komolyabb volt. De most jó, most belefutott egy fotelba, meg volt bolondulva. Tegnap volt fodrászna, azt ilyenkor nem nagyon érzi komfortosan magát sajnos. De halál komolyan, és akkor ilyenkor nagyon bujik, meg el akar. Szerintem a szőrét hiányolja, és egyszerűen megtébolyodik. Borzalom. Bocs, hogy ilyen benfentes infókkal itt terhellek benneteket, vagyis nem is tudom, hogy nevezik azt. Amikor a olyan információ, amelyik a stage mögött történik. Mármint az ilyen, ezzel nem tudom kifejezni magam, jó van, oké. Okay. Na, hány óra, 11 óra, 20, vagy 11 perc, 26 másodpercet tartunk. 15-nél megkúzzuk a sorskártyát. Úgy, de utálom ezt a borús időt, hallod? Nagyon-nagyon kellemetlen. Remélem valami jó sorskártyát húzzuk, mert nagyon izővel ver minket az ég. Hogyha valami pénzbukás van, akkor komolyan mondom, nem tudom, eladom az egészet, azt levegyek Hawaii-ra. Eladunk mindent is. Na, várja. Ide okosba beállunk, hát remélem, hogy ez jó pénzt fog fizetni, hogy jó pénzt fogunk kapni érte. Beülünk a kombányba, aztán már indulhat is a kiszórási. Ez fekete. Tök jó. Jól van. Mákot arattunk, gyerekek, vagy nem tudom, szeret. Oké. Okay. Ebből meg ezt leállítom. Mert ebből csak bajok lesznek, hogy ki fog fogyni az üzemanyag. Hogyha elvisszük eladni, akkor mindenképpen kell tankolnom. Tök durva, hogy itt külön tudod bekapcsolni ezen a gépen a cséplőrendszert. Ugye a hatos gombbal. Na jó. Csapjuk neki gyerekek szó szerint. Amit bír. Hát egy 8-al tud aratni. Teljesen jó. Jój! De hangos. Oké. Okay. Sorskártyába bízunk nagyon, még 2 perc. 2 perc és sorskártya húzás. Nagyon várom. Jaj, de jó lenne valami pénzt kapni. Akkor ki tudnám menteni a buszt. Fú. Csak nehogy az legyen, hogy kifogyott az üzemanyag vagy bármi, még gyalogolhatok. Ki van kapcsolva a fonnyadást? Nézzétek, és elfogyott a mellettük lévő földön a cucc. Meg kb. Mindenhol. Az úgy jó lesz. Nem mindenhol, ott nem. Azt a betyár. Pedig ki van kapcsolva. Lehet, hogy később lett kikapcsolva, ugye? Szerintem meg fogok fordulni itt a föld végére, azt elmegyünk arra fele. Hogy fordítva legyen, hogy a cső kifele legyen, ne ilyen elcseszett módon arasson a keeper. Mert ez azért kritikán aluli, amit itt művelek szerintem. Hogy úgy aratok, hogy befele van a cső a föld felé. És komolyan villámlott? Vagy mi volt? Azt a hallod? Mekkora ez a füst pamacsokat csapett? De komolyan volt valami villanás. Fényképeztek, vagy villámlott? Vagy mi volt ez? Nem láttátok? Alig látod, hogy mit aratsz, basszus. Ez jobban van érve, basszus, tiszta fekete. De mi ez a fölhős idő? Hát ez nagyon durva ennek a hozzava. Itt valami nincsen elcseszve? Lehet, hogy nem tudom, könnyűre van állítva a játék. Ugye az kompenzálja valamennyire azt, hogy amúgy meg rohadt nehéz. A sorskártyák, meg igazából minden miatt, meg a rohadt drága földek és gépek miatt. De ez egy kicsit erősnek találom, hogy ilyen sokat le tudunk karatni ebből. Vagy a mapnak van valami érdekes funkciója? De nem hinném. Mondjuk nem olyan pici ám ez a föld. Na, a szerelmesek, remélem nincsenek benne. Izébe, gyepűbe, mert akkor learatom őket.
Szökszőnyi. Oké. De meg van 10 liter üze vagyok. Csodálatos. Megfordulok, elállok egy kicsit odébb, és ott már akkor ki is ürítek, jó gyerekek? Basszus, nem kicsi ez a föld azért, tök jó. Itt azért lehet pénzt keresni, de ez a borús idő az rettenetesen frusztráló számomra. Itt majd ki is ürítünk, megállítjuk. Hú, basszus, forróré kell az üzemanyaggal. Futi, 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 gyorsan, megered az eső. Ja, itt le is ürítek gyorsan. Kíváncsi leszek, mennyi pénzt fog ebből kijönni, jaj de jó. Jaj de jó, hogy ilyen jó hozam. Szuper! Alig várom, kiszálljak ebből a kombájból egyébként. Ez egy réválom. Valami jó kis Class Mega, vagy pedig Dominator már illene, vagy pedig egy Forsheet. Legalább fülkéje legyen, mert annyira hangos ez a gép számomra. Nem tudom, így le is veszem félig a fejhallgatót rólam, mert ez egy borzalom, srácok. Na, mehetünk. Az lenne jó, hogyha pont körbeérnék, és pont ugyanide érnék, de körülbelül ide fogok. Úgyhogy ez tök jó lesz, mert akkor nem kell folyamatosan a traktorral ide-oda mászkáldok. Nagyon nehezen látható. Már ilyen, bekapcsolja a lámpát. Hát ez se segített rajtuk nagyon. Porzik is. Nem látod, hol a széle. Ki van itt szívás bőven. Viszont tele leszünk lóvéval. Hány? Már el is kerültük. 17 percét tart a videó, gyerekek. Kiszállok ebből a kombájból, hogy ne legyen ilyen orvar hangos, odébb megyek egy picit. Hello, hello, szevasz, sárga zsigulival. Nyomjunk egy sorskártyát, mert én nagyon-nagyon várok rá, vagy vágyok rá. Kapcsoljuk be a spint, és akkor, nekem ez mindig egy fénypontja a játéknak, komolyan. Egy, két, ha. 31-es. Nem tudom ám az milyen. 31-es sorskártya. Azt mondja, hogy infláció van, kapsz 30 ezer euró segélyt. Jaj, more! Hát akkor az nagyon jó, gyerekek. Akkor figyeljetek, a aratást be kérem mindenképp fejezni, és ilyenkor úgy csinálom, ugye mivel nem tudok pénzbe írni a játékba egy menet közbe, hogy akkor legyen az, hogy figyelj, ilyenkor 30 ezeret így írunk be, és akkor én ezt eltüntetem gameplayen kívül, jó? És akkor most 37 ezer pénzünk lett, így. Gameplayen kívül, amikor végzek, akkor én ezt visszaírom, és akkor nem lesz hitelünk. Hoppá, infláció van, gyerekek, kaptunk segélyt, az már megérte. Várja, annyi, bocsánat, nem felejtettem ezt kikapcsolni. Oké, srácok. Végre valami jó. Úristen, ez nagyon kellett, hallod? Nagyon-nagyon meg voltunk tümmedve. De viszont mindenképp le akarok aratni, és akkor meg kéne csinálni ma a buszmentést is, és akkor azzal föl tudnánk tornászni eléggé jól az összeget. És szerintem lehet, hogy ki fogok írni egy szavazás, srácok. Jó? Ki lesz írva egy szavazás? Ugye a YouTube felületen a közösségi fülnél. Meg tudjátok nézni, és tudtok szavazni, hogy mit vásároljunk. Mert hát én is egyébként dilemmában vagyok. Megnézzük, mennyi pénzünk lesz, mi jön belőle ki, átnézzük a cuccokat, és akkor eldöntjük, hogy mi az, amit kellene vásárolni, jó? Azt is mondanám, hogy érdemes lenne gyűjteni a TS telepre, de szerintem az azért eléggé távlati cél, az nem is tudom mennyi, 400 ezer euró, vagy mennyibe kerül? Ez egy kicsit beteg lenne. Jó, menjünk, 56%, szerintem pont körbe fogunk érni. Ezt le kéne aratni, és akkor tényleg látjuk, hogy mennyi pénzt szedtünk össze ebbe a részbe. Ugye, tudjátok, mi lenne hatalmas nagy pénz? Az erdészet például. Ugye ott tudunk wood chipset csinálni, aztán tudunk raklapot vagy deszkát is csinálni, meg ugye a rönköket is el tudnánk adni, csak az is baró drága, várjál. Megnézem, hogy milyen drága, mert itt nekem vannak ám itten különböző dolgok. Ezt meg tudjuk nézni. Igen, az erdészet az 400 ezer. Jaja, a TS telep az csak 300. Ugye a kisföld 100 ezer, a közepes a 150 ezer, a nagy az 200 ezer euró. Úgyhogy jó, hát ez mentek egyet, ha már itt vagyok. Ez nem a legbarátibb.
Meg ma, ebben a részben mindenképp learatunk, eladjuk a cuccot, meg a buszmentést megcsináljuk, és akkor lesz egy elég nagy összegünk, idézőjelesen elég nagy összegünk, amit elköltetünk, és mindenképp lesz egy szavazás. Kin lesz akkor a közösségi fülön, szavazzatok, hogy mi az, amit szerintetek érdemes lenne behúzni, megvenni. Bocs egyébként, hogyha ez hangos az a gép nagyon, nagyon nem akarom lehúzni a hangerőt, az a baj, hogy a néhány modell gépnek ilyen extrém hangos a motorja, meg a mindene, meg a hangja. Jó, gyerekek. Most azt nézem, földet majd olyan érdemes lenne megvenni, hogyha veszünk, ami nincs elfonnyadva, mert akkor kapásból ugye pénzt tudnánk belőle csinálni, valamennyit, akármennyit is. Azokat majd átnézzük, mert úgy látom, hogy fonnyadtak el részek, de ez sem egyáltalán nem probléma. Hitelesség, nem minden földön van olyan, ami nekünk szükségünk. Hoppá, vissza ide kell jönni a gépbe. Ide kell jönni a gépbe. Jó, majdnem körbeértünk, legközelebb körbeérünk, mert egyre szűkül ugye ez a rész, ahol. Hú, de nem zavaró egyébként ez a sötét, nem? Sláncok. Komolyan mondom, zseblámpával fogok maszkálni. Ja, meg még menteni is kellene. Jó, hát nem, figyeljetek, nem fogok húzni még egy sorskártyát, mert jó sorskártyát húztuk. Olyat, ami beleszól. Nem az, hogy jót, nem azt mondom, hogy pozitívat, hanem ami beleszól a játékmenetbe. Ugye olyan kellene mindig. Akkor hozunk nem még egy sorskártyát, ha olyat húztunk, amelyik igazából teljesen semleges. Jó, ez jó volt. 30 ezeres ebbe, gyerekek. Ebből még szerintem ki fogunk hozni egy, ha minimum egy 20 ezeret. Nem is akarok ránézni basszus a repcárára, bár azért nem ártana. Mennyi fér ebbe még? Mert ebben még fér bőven. Jó. Nagyszerű. Egyébként az a jó repcébe, hogy nem kell tízszer fordulnod vele, mert oké, hogy kevesebb a hozam, de ugye drágább. Viszont ugye legalább nem kell állnom forgolód. Baza, nem állítottam meg a traktort, köcsém. Jó. Csapjuk neki. Most már biztos körbe fogunk érni, mivel egyre szűkül. De nem, ugyanannyira kell lennie. Nem, de kevesebb, ugye egyre kisebb a kör, ahogy befele haladunk. Azt megyünk árulni. Hát sajnos silónk nincs, hogy eltároljuk, hogy mi üzérkedjünk az árakkal. Pedig igazából az lenne a legjobb, hogy megvárni, amikor valamit jobban vesznek, ugye drágábban, addig eltárolgatni. És később mindenképp azt fogjuk csinálni, mert látjátok, hogy ilyen 50%-os, meg nagyon sok százalékos ár többletet tudunk generálni azzal, hogyha eltároljuk a gabonát, vagy akármilyen dolgot, és nem adjuk el egyből, hanem megvárjuk azt, amikor nagyon akarják venni. Most képzeljétek el, hogyha például a woodchipsünk be lenne tárolva, és mondjuk 100 000-ért tudtuk volna eladni, most ugye volt ez az akció, és ettől még másfélszer annyiért tudnánk eladni, azért az nem kevés. Most jól jönne egy olyan akció, hogy repcét vesznek 80%-kal drágábban valahol, nem? Azért az ugyanná. És alig látjátok, hogy hol a szélenem. Nagyon kellemetlen. Hát szerintem maximum két kör, gyerekek, látjátok, már itt van a íze, itt van a széle. Úgyhogy akkor utána meg egy buszmentést csinálunk. Jó, de jó. Jó, de jó. Inflációval segélyt kaptunk. Hát ez pont illeszkedik a magyar valóságba, gyerekek, nem? Milyen infláció volt az utóbbi időben? Rettenetes. Meg hogy kilőttek az árak mindenféle téren? Ismerősöm most vett egy lakást. Hát nem is tudom, ilyen 5 évvel ezelőtt még ugyanaz a lakás körülbelül ért volna 13 milliót, most meg ért 26 milliót, érted?
lakássárak azok nagyon brutálisan elszabadultak, ugye a, főleg a csok, van ez a családi otthon kedvezmény, emiatt ugye nagyon elmentek az ingatlan árak, hát de meg minden, a élelmiszer árak nagyon brutálisak, gyerekek, nem is tudom elképzelni. Meg főleg olyan élelmiszerek, amit így régebben töménytelenül tudtál venni, nyilván most is tudsz, csak mi a prioritás, de például emlékszem arra az időre, amikor a voltak olyan termékek, amik olyan olcsóak voltak, hogy egyszerűen nem számított, hogy, hogy régebben, most ez nagyon régre akarok visszautalni, majd hogy nem a gyerekkoromban. Például a gyerekkoromban volt az a medvesajt, azt az így, annak nem volt ára. Medvesajtot azt mindig tudtál venni, mit tudom én, 3 zsemlével, hogyha éppen iskolás voltam, mert az tök olcsó volt. Meg emlékszem, Turó Rudit azt úgy ettük, hallod, 10-esével ettük a Turó Rudit. Most a Turó Rudi az, nem tudom, olyan árban van, mint egy ilyen középkategóriás csoki. Faszta bőtjár, már megint megtelettünk. Lehet, hogy elmegyek oda, aztán leüdítek. Úgyhogy nagyon durva árak vannak. Meg régen, hogy tudtak, ezek olyan olcsók lenni. Meg emlékszem, hogy régebben mindig trapista sajtot vettünk, az sem volt drága. És akkor volt egy ilyen fordulópont, amikor már ott tartottunk, mindenki azon csodálkozott is, hogy hú, basszus, a sajt az drágább, mint a húspár. Aztán, ja, elértünk arra a szintre, hogy szinte a, sőt, lehet, hogy a trapista sajt, az drágább, mint a hús. De tényleg arra emlékszem, hogy a Turó Rudit, azt két pofára ettük, mert az nagyon olcsó volt. Meg a izé volt nagyon olcsó, meg a medvesajt. Ez a kettő, az biztos, biztosan emlékszem rá. Most meg medvesajt szerintem nem tudom, mennyibe kerül. 600 forint, vagy mennyi? Az a durva, hogy tudjátok, mit vettem észre, ugye én... hát nem dohányzom, viszont tudom, hogy mennyi a ciginek a... Mert sok ismerősen dohányzik. És azt mondják, hogy a cigi az éveken keresztül körülbelül ilyen 2000-2300 forint. Tehát ilyen nagyon kevés, mit tudom én, ilyen 10%-ot emelkedett az ára. Ahhoz képest, hogy például ugye az élelmiszernek meg ilyen minimum 50-60 vagy még többet is emelkedett az ára. És ezt nem tudom, hogy miért. Hogy miért csinálják, hogy nem emelkedik az ára, vagy az hogy sikerül. Gondolom sokan dohányoztak közül, innen, aki nézőim közül. Nem jó dolog, de valaki, aki tudja, mit gondol erről, hogy annak miért nem emelkedik az ára. Nekem van egy sejtésem, hogy ugye valamilyen szinten talán alacsonyan akarják tartani. Nem tudom, nem értem. Jó, persze 2300 forint, vagy 2000 forint is drága egy dolgot szigér. Csak az, hogy a minden drágult ilyen horribilisen, az meg körülbelül szinte semmennyit. Évek alatt ilyen 2000-2300 forint környékén van, ugye. Mit tudom én, ilyen pár száz forintot drágult, ilyen 1-200 forintot. Az utóbbi időszakra gondolok, amióta volt ez a nagy infláció, meg minden. Na hát meg egy dolognak, az a nagyon durva, hogy egy dolognak nagyon nem emelkedik az ára, a műszaki cikkeknek. Jó, mostanában eléggé elszálltak, de azt nagyon megfigyelhető tendencia volt, hogy a műszaki cikkek azok konkrétan nem emelkedtek szerintem ilyen 10 évig. Emlékszem, amikor 10 pár évvel ezelőtt megvettem az első LCD TV-met, meg akkor tök furcsa volt. Nagyon durva. Hányba lehetett az? Most azon gondolkozok. Szerintem ilyen 2010 környékén. Hát legalább. Vagy még előbb. És emlékszem rá, hogy egy, képzeljétek, 80 centis LCD TV, Samsung, az volt 150 ezer forint. És emlékszem, bementem, így a Tesco-ba volt egy ilyen Euronixos rész, tudjátok, és oda megyek az nézegetem a tévéket, 80 centis rohadt nagynak számított akkor, tehát az nagy volt, nagyon-nagyon. Ugye az LCD paneleknek a gyártása, az fejlődött nagyon sokat az idővel, és akkor ugye tudták gyártani ezeket a még nagyobbakat, ugye a 100 fölöttieket, meg minden. 80 centis akkor nagy volt.
és így állok ott a tévé előtt, nézem, és akkor oda jön hozzám egy eladó. Akkor volt az, hogy mindenki hitelre vett tévét. Mindenki. Akkor mindenki hitelt vett fel, mindenki hitelre vett minden. Ugye ez eléggé nagy probléma is volt később, hogy mindenkinek adtak hitelt, és utána nem tudták behajtani. Na figyelj, boldó, és akkor így nézegetem a tévéket, és akkor így... Hát mondom, oda jön az eladó, ez tetszik? Hát mondom, jó, ezt venném meg. És kezdi hitelre? Nem, mondom KP-re. És ki volt ráírva, hogy 155 ezer forint. És akkor elkezdi, odaadom 150-ért, az jó? Hát mondom, 145? Mondom, ez így működik, basszus. És tényleg úgy működött régen, nagyon durva. A boltokba, az ilyen elektronikai boltokba, nem tudom, hogy ezt újabban már nem vettem észre, hogy alkudnak. És lefelé alkudott a csávó, hogy örült neki, hogy KP-ért megveszem, és hogy elviszem ott. Szerintem ezek úgy működtek régen, vagy lehet, hogy már most is, még most is, hogy... Várjál. Hogy gondolom részesedést kaptak, és akkor örült neki, hogy eladja, és akkor megvolt egy, mit tudom, 130-ben eladja, akkor mondjuk 10 részesedése van, érted? Így működött talán. És alkudott a csávóba az izébe. Rendes Unix-ba. Na, hát beszarok neki, apám. Nagyon érdekes volt. Nézzük meg, hogy mi. Mi mennyi, hogyan, mikor, miért, gyerekek? Nem itt kell megnyomni, hanem... De bazza, itt kellene megnyomni. Van itt a dolog. Nem itt kell megnyomni, így betűnél, bazza. Minden játékban más egyébként, ez komolyan izajadék lesz. Na, úristen, egyébként, hogyha megvennénk a TS-telepet, ez mind a miénk ám, mind a miénk lenne. Úgyhogy az jó lenne. Az anyja, úristen. Repce. Kelemen Roland veszi 2688 forintért tonnáját. Hát az. És itt van nézve, másfélszeresen veszik a falprétegot. Ilyeneket nagyon érdemes figyelni majd. Traktározni a gyerekek. Ja, ekkor ezért Kelemen Roland, bassz, keresd meg a Kelemen Rolandot. Hát a szöve állja meg, aki ilyen hülye vagyok, hogy ezért Kelemen Roland, humbagy, bassz. De várjál, Kelemen Rolandot, azt szerintem itt találom már. Kelemen Roland. Jaj, tudom ki az a Kelemen Roland, ma sejtőképer. Jó, megyünk a faluba, aztán valami lesz. Büsszük neki a repcét, bassz. Hát van 8 tonna nálunk. Ez 2000 valamennyiér, ugye vőszivel, 2600 recsév, az nem lesz rossz, hallod? Hát itt a nagy pénzek ugranak be a képernek. Ja, és alkudott a csávó izével, a tévével. Nem ez érdekes, hogy ilyen van. És régen tényleg ez divat volt utána. Hogyha nagyobb értéken vett, ez konkrétan tudta alkudni a Uranix-ba. Ja, és most ez hogy jött ez a tévé? Ja, és az a durva ugye, hogy most 150 ezer forint volt akkor. Egy 82-es tévé. Most 150 ezer, szerintem ugyanúgy kapsz egy, mondjuk most egy átlagos tévét, egy 100 valahány centiset, nem? Pedig akkor a fizetés az harmada volt eddek. Úgyhogy arányaiba rohadtul nem nőtt a műszaki cikkeknek az ára szerintem. Jó, egyébként, persze, vannak ilyen extrém példák, hogy lehet venni, mit tudom én, 2 millió éves tévét. Akkor is volt. 2 millióért is tévében, 2 millióért is hifi meg minden, de rossz fele vegyek barátai, vagy nem tudom, hú vagyok, basszus, mit csinál a képer? Bazzal megfordult a képer, na várjál már. Hallod, azért ezt annyira elgondolkodtam, de azt sem tudom, erre vagyok arccal előre, ez nagyon jó volt. Mindjárt fordult egyet a képer, tengelye körül, öcsém itt, hol vagyok? Mi ajánlok a menni, rossz irányba indult meg. Most aztán live lett volna, ordítottatok volna a képernek, hogy hülye vagy gyerek? Kifogyasztod az üzemanyagot, amire odaérünk. Jó, menjünk. Jó, nem annyira nem tévedtem. Kelemen Rolandot kerestem egyébként. Jó. Jó, nagyon borús az idő. Hú, basszus, ebben a részben még mindenképp egy buszmentést terveznék. Sajnálom, tényleg, so sorry, de azt a darut kell használnom, amelyiket ezelőtt, mert ugye az működik jól. Tudom, hogy nem a legautentikusabb, de vonópont nincs azon a buszon, nem tudom elvontatni. Annyit tudunk csinálni, hogy földszűhöljük ugye a trailerre, és utána
Lehet, hogy a trailerre viszem ki azt a darut is. Hát mondjuk az aztán derék egy jó szág. Na ugye azt tudjuk csinálni, hogy veszünk egy trailert, veszünk egy dollit, és akkor ezzel a traktorral megpróbáljuk kihúzni, behúzni a dolgokat. Hát nem tudom, hogy fog sikerülni. Lehet, hogy gyenge lesz a mutatvány. Viszont nagyobb traktort nagyon nem tudunk venni. Nem tudom, a Waymart esetleg ki tudom hozni még egy segíteni, de ez jó lenne egyébként meglépni, hogy ez működne, hogy meg tudnánk csinálni a buszmentést. Mert az 30 ezer plusz, oké, hogy megveszünk ezeket az eszközöket, de azokat el is adja utána a Keeper. Keeper. Gyerekek, annyi 5000-re sem lenne, mint hogy Creepernek neveztek. Hát az... Na itt van szerintem a Kelemen rólad itt te, itt balra. Ez lesz, az figyeld meg. Mindjárt meglássuk, ide félreállok. Na gyere. Kelemen Roland, te vagy az? Aha, ez az. Együttünk! Ezt itt megint aztán azt sem tudom, hol kell leönteni, úgyhogy okosba beperülünk. Úgyhogy semmi jó van. Hát ezt gondolom, hogy a hátra leködönteni. Na mi a helyzet? Van tűzifa, látom bőven, basszus. Cefrés hordó, minden van. Itten vágod a fűrészőt fát, mi? Na, hát, ja, itt izét is vesz szerintem valami. Na várjál. Nyomunk egy nagy izét. Ah, itt le lehet önteni, de jó. Meg vagyunk oldva. Repce nem elfogadott itt. Hogy rohagy meg akkor valahol máshol? Oda köllött valami fát. Különben Rolandhoz, okosba. Hát ez nagyon az a portkocsi, óvatosba kell itt pörgölődni. Remélem, hogy... Jól olvastam én, hogy veszik itt a repcét. Aha. Oké, tesó, ide öntöm a repcét, aztán valamit csinálja, valamit akarsz. Pörög ám a zseton odani. 37 ezerünk volt, fölmentünk 60 ezerre. És még, hát nem azt mondom, hogy egy egész pautkocsiban lesz. Föl fogunk menni, gyerekek, egy ilyen 80 ezerre, ami már azért nem rossz. Megvehetnénk az M10-ét. Csak ugye mi hasznos? Mi az, ami jó? Mi az, amit érdemes? Mert ugye még 30 ezeret még itt kaszírozni fogunk. Úgy látom, hogy most megfogtuk ebbe az Isten lábát, hatalmas nagy pénzekbe ugrarak. Jó, mennyi gyorsabban, mert nem akarok lassítani. Jaj! Basszus, gyerekek, ha mi van itten? Konvoj? Mit hordanak? Izé jó, fölrobbant Csernobil, vagy mi a helyzet itten? Lol. Jó, az MTZ előtt kivegyek, hát ott rohadjál meg, tesó. Ah, bírom nagyon. Na, végre egy kis van zsetonod fönn jobb oldalt, ezt már kedveli a Keeper. Bírom. Azért egy MTZ, vagy egy rábát megvenni 250 ezerért, az egy nagy érvágás lesz majd később, mi? Fú, rossz meleg oldalni. Várja, még van 10 literünk, még el vagyunk benne. Itt a citrom sárga zsigul is, itt a göröz, bazze. Akkor is majd itt elfordulunk, az MTZ meg letol minket, hallod? Na. Jó, ki is üritünk. Elmegyünk szépen, nem sok van egyébként már vissza. Mármint, ja, mindenképp tankoljunk, mielőtt elmegyünk busz menteni, mert nagyon nagy problémák lesznek. Gyalogolhatunk vissza, gyerekek. Ugye a kifogy az üzemanyag, nincs ugratás. Azt gondolom, ugye szabály, alapszabály. Ugratni nem lehet. Se a Keepert, se a gépeket. Ja, valaki felvetette, hogy Deli jöhetne segíteni valamit napszámba. Ugye másik sorozatban, Seven Days to Die-ba van egy ismerős, akik Nellinek hívják, és nagy kocka, nagyobb kocka, minden nagyon brutál. Tényleg, akkora kocka az a lány, hogy ez őrület. Olyan szinte, hogy mindig a Seven Days to Die részeket, amikor veszem fel, akkor mindig nekem kell mondani, hogy Léci, hagyjuk már abba három órás résznél, és akkor még mondja, hogy miket meg kéne még megcsinálni. Mondom, 3 órás a rész? Hallod? Éjfél van, vagy hajnal ilyen. Hát nem kellene valamit csinálni magunkkal? Mármint aludni? És akkor... Ne, még ezt megcsináljuk, 3 órás szövedést a Tudály rész után. És akkor valaki írta itt kommentben, hogy jöhetne segíteni, mint Bögyös Mari. Egyébként nagyon jó dumája van, meg minden, szóval szerintem tetszene nektek. Jó, hát figyelj, beállok itt a sorba. Torna sorba.
Oké. Ja, igen, ilyen, de ugye most egy kicsit lehet, hogy hát na, valószínű olyan ember nem néz engem, de ugye vannak ezek a koca gamer csajok, akik úgy streamelnek, hogy a képnek a 40%-át ők ugye kitöltik, ki vannak rakva a melleik, és ilyen láthatóan esetleg egy játékkal eljátszanak úgy, hogy ilyen annyira nem jók, de igazából nem arról szólnak a streamjeik, nem azért játszanak, mert láthatóan annyira rettenetesre élvezik, hanem ugye a lényeg az, hogy a kirakott mellekkel streamelnek, és így akár pénzt szereznek, vagy akár így kiélik azt a népszerűség, vagy ezt a exhibicionista vágyaikat. Hát Nelly az nagyon nem ilyen, hanem ugye van a másik fajta gamer csaj, aki tényleg azért játszik, mert egyszerűen meg van őrülve, mert imád játszani, olyan, mint mi, mint a férfiak, tudjátok. Nagyon ritka az ilyen, de Nelly ő ilyen. És az egyik dolog, ami miatt rájöttem, hogy ő nagyon ilyen, amikor múltkor mondta, hogy Shadowplay-ben valamit segítsek neki beállítani. Jó, mondom, DC-n oszd meg az asztalodat, valamint ugye streamed, amit látsz, és akkor mondom, hogy mit kell nyomni. Mondtam neki, menjünk be akkor az Nvidia beállításokba, menjünk be a laptopja van egyébként. Menjünk be az Nvidia beállításokba, nézzük meg a dolgokat, nézem, videókártya típusa, RTX 4080. Mondom, ez biztos valami hiba. Mondom, laptopban ráadásul 4080-as RTX. És akkor így, mondom, te mondom, ez milyen gép, és akkor mondja, hogy mit tudom én, melyik Raptor, akármelyik laptop, amelyik ilyen körülbelül ötször eszi meg az én gépemet, mármint hipergépét. Mondom, az igen. Na mondom, hogyha valaki ilyen gépere költ, és ez most tényleg nem a flexelés része, hogy most ő nem is mondta, hogy ő neki ilyen erős gépe van, hanem azért vesz valaki ilyen gépet, mert imád játszani, és szeretne jó minőségben játszani, és ez tök durva szerintem. És ebből már látszik, hogy iszonyat nagy gamer, bolond. Ja. Úgyhogy gondoljátok, akkor jöhet segíteni napszámba. Ha nem is mindig, hanem nem tudom, hogyha kiúzunk, berakunk olyan sorskártyákat, hogy esetleg jöhessen, és ha kiúzzuk, akkor a következő része leég. Ahogy szeretnétek egyébként. Tényleg nem. De viszont annyit tud beszélni, hogy én nem jutok szóhoz, úgyhogy így gondolkozzatok ezzel kapcsolatban, jó? Én szerintem, ha végleg nem is, de néhány részre elég bejön segíteni, meg tényleg produktívan segíteni, meg közben elhülyéskedünk, az lehet, hogy nem okoz olyan nagy problémát. De én látok bizony. Jó, gyerekek, bazza, 43-ban sok a belló, sok pénzkö keresni végbeállva. Ha játszok, hallod, ma megint 97%, de most a traktorra kéne elgyűri. Hát nem látom egyébként, hogy mit arattam legvittem, ez a repszer, ez borzalom. Na figyeljetek, elgyűlök a traktorra, jó? Basztob, atya. Itt aztán tényleg elveszünk zseton. Na már ma azért megfogtuk az Isten lábát keményen. 60 000 pénzünk van. Szerintem ezzel fölmegyünk még a maradék repcébe minimum 1,80-ra. Minimum, de rögyöm, ez a nagyon minimum. Azt akkor még ott van az Icarus mentés. Csak ne lenne ilyen borús idegem, ez retteltes ez zavar. Ez lenne, komolyan mindjárt ide. Mindig lampával fogok menni. Jó, meg kell állítani. Fasza. Gyűnnek a izék. Max-e meg, vagy mi ez? De mi ez? Még hullámzik is. Miért hullámzik? Oké. Okay. Kelemen Roland. Megismerjük a falu népét itt rendesen. Na, csapjuk neki, már nincs sok vissza. Szerintem tényleg egy sor. Hát, egy csomó videt kéne venni.
sajnos nagyon nem vagyunk jó állapotban, se gépparkilag, viszont ez a földhöz szerintem ezek a gépek, ezek még mondhatni majdnem ideálisak. Tehát lehet, hogy nem tudom, hogy gépet kellene venni, vagy pedig földre gyűjteni. A traktor az tök kellemes. Én azt veszem észre, igazából azokat a munkákat, amiket itt meg kell csinálnunk, az ahhoz tök jó. Annyi, hogy ugye van olyan sorskártya, hogy MTZ-t tudunk venni féláron, van olyan sorskártya, hogy MTZ-t és rábát tudunk venni féláron, meg van olyan sorskártya, hogy MTZ-t tudunk találni a szeméttelepen, egy 80-as kiskabirost. Úgyhogy ezekkel gondolkozhatunk, tehát lehet, hogy érdemesebb lenne megvárni ezeket a sorskártyákat, és inkább lehet, hogy földre kéne költeni, ha 100 000 összejön, akkor lehet, hogy földre. Vagy pedig azt csináljuk, hogy nagyot megpróbálunk álmodni. Esetleg, az a baj, homlokrakodó mindenképp kéne, viszont van homlokrakodós 82-es MTZ, lehet, hogy az lenne a legideálisabb. A 82-es homlokrakodós MTZ-t megvennénk, és vennénk olyan földet utána, ahol tudunk fád vágni, azzal rohadt nagy pénzt tudnánk keresni. Gyorsan nagyon sok pénz, gyerekek. Lehet, hogy én nem tudom, majd megszavaztatom, tényleg odaírok minden lehetőséget, aztán megírjátok, hogy beik legyen. Itt még maradt, mennyi maradt el? Oda vissza kéne mennem. Nagyon nem látni semmit, tudom. Jó, azt learatjuk ott a felső részt, kiürítünk, eladjuk a terméket, azt már neki is vágunk mentésnek. Mindenképp ebben a részben legyen meg a mentés, minél jobb, produktívabb legyen ez a rész. Jó, ez a repce, ez jó megoldás volt. Először Viola Bence javasolta szerintem, utána meg azt mondta, hogy lehet, hogy mégse jó, úgyhogy nem volt magába biztos, de az első megérzés mindig úgy látszik, hogy jól működik. De jó lenne ezt egybe learatnál, de lehet, hogy nem fogja. Az még rosszabb, hogyha kettő csik marad. Nagyon szar ez a borús idő. Mögöttünk van a traktor, nem kéne kilapítani. Jó, ennyi volt, gyerekek. Kiürítünk okosba. Ezt már visszük is eladni, meg tankolni. Tankolni, ne felejtsük el, srácok. Anélkül rácsaszunk. Jó, ennyi volt, nem olyan túl sok. Hát egy olyan 80 000-re talán fel tudunk mászni vele. Viszont, ja, ott van a 80 000-ből ugye 80-as MTZ. 82-es vagy 80-as MTZ-t meg tudnánk venni. Homlokrakodósat. Na jó, annyi gyerekek. Itt annyit kell csinálni, hogy mindent is leállítani. Ez az. Jó. Okay. Mert ugye ennek izé van egy külön ilyen cséplő szerkezet. Jó, aztán ne felejtsük, hogy meg kell tankolni. Úgyhogy megyünk menteni ezerrel. Hát 4500, figyelj, 2600-zal, hát akkor az... Ja, 20 000 körül van. 20 000 körül. Meg megint dugóval. Legalább nem jön semmi. Oké, jó. Itt is van egy ilyen jó kis terület, ezt meg föl lehetne bálázni, bár ugye jobban megérné. Egy olyan, amin rohant van a gabona. Isten hozott alsó új lakon. Ja, ne felejtsem el visszaírni majd a 30 000-et a mínuszból. Mert igazából nem hitel vettünk fel, hanem megkaptuk. Vasmacska kocsma, biztos izé. Tényleg meg kell keresni vasmacska kocsmát alsó újlakon majd. Mikor arra hátra szépen ugyanúgy,
Egy éves megfordulás okosba, mint egy picit lehet még föl is kapantjuk. Úgy, igen, jó. Jó nagy évbe. Ah, nem elég nagy az év, de jó. Jó egyébként, de viszont nagyobb gépekkel. Később ugye lesznek a nyergesek, meg minden ilyen helyekre, azért betolatni egy kihívás lesz. Szuper. Na srácok, megyünk izélni. Megyünk. Menteni. A mentelmi jog. Lehet, hogy akkor az axiálhoz átgurulunk. 9 liter van nálunk. El kell menni mindenképp a kutra. Ugye az axiálnál lefogok a pótról. Valahol félreállok vele. Aztán elmegyek. Az igen, megkerültem a gépet kétszer. Nem egy tankónyi. Mert mindenképp köllere. Azt akkor megvesszük a mentéshez szükséges dolgokat. Lehet, hogy autentikus legyen a darut, azt úgy fogom kivinni traileren, megpróbáljuk. Jó, gyerekek? De az a baj, hogy ebben a részben lehet, hogy nem fog beleférni. Most nagyon agyalok rajta, hogy ezt megcsináljuk. Lehet, hogy összekészülünk. És akkor a következő rész az azzal fog kezdődni, hogy 72 000 pénz lett csak. Hát ez nem sok. Elszámoltam magam valahogy nagyon jó. Ja, hát igen, elszámoltam magam. Olyan jó, néha olyanokat számolok, hogy az őrület. Na, igen, lehet, hogy kivonulunk mentéshez, azt akkor azt csináljuk, hogy a következő részben megcsináljuk a mentést. És keresztül elmegyek tankolni, mert 9 liter van ebbe. Nem tudom, egyébként ezzel fogja tudni húzni a dollit. Ez még egy utol... Fú, a rettenetesen nagy szerelmény, lehet, hogy az nem fog működni. Okay. Meg kell venni ugye a darut, az direkt nagyon olcsó. A hozzátartozó eszközt, ugye az emelőt, egy ilyen keretet. Meg kell venni akkor egy trélát, és meg kell venni egy dollit. És ezekkel kell megpróbálni. Hogyha nagyon szar lesz a helyzet, a Weimart még oda hozzuk, és akkor meg, nem tudom, valami, lehet, hogy annak nagyobb ereje van. Nem tudom, hány lóerős lehet az a Weimar. Mert az lehet, hogy azzal jobban el tudjuk húzni, nem tudom, majd meglátjuk, gyerekek. Ez egy érdekes dolog lesz ez a mentés. Lehet, hogy tényleg ebben a részben nem fogjuk erőltetni, ne kapkodjunk, de mindenképpen elkezdjük ezt a mentési műveletet. 72 000 pénz, jó volt, gyerekek, nem rossz szám az. Na figyeljetek, akkor ide állunk, és akkor vásároljuk meg azokat a dolgokat. Ugye a mórasításokban, azt hiszem az egyébbe, hol van az egyébbe van nekünk, igen, a daru. Direkt ugye ezek olcsók vannak beragva azért, hogy ugye ezeket olyan, mint hogyha így kibérelnénk konkrétan. És a nem módosításokba kell lenni az egyébbe, ugye ennek. 14 000, igen, tudom, de ezt ugye egybe le is fogjuk adni, szóval ez egy nem lesz annyira veszélyes. És ugye van nekünk direkt egy ilyen kategóriánk, nyerekszerkezeteknél, egy ilyen. Igen, és ezeket viszont el fogjuk adni, szóval nem lesz annyira probléma. Na, nézzük meg, hogy mi a szituáció. Hát én ezt a darut lehet a izével vidném ki. Csak annyit kell megpróbálnunk, hogy ez a traktorral el tudjuk-e húzni ezt a trailert. Mert ez nem biztos. Meg tudjuk-e működtetni szépen minden. Mindjárt megnézzük, gyerekek. Azt a vetjár, hát ez nagyon... Na, ebből a izében, ebből a dollyból kijön 3 izé. 3 ilyen traktor, te Isten. Mondod, ez olyan akkora dög. Meg egyébként ezt föl lehet erre csatlakoztatni? Talán. Oda le alulra, bazze, oda raki, jaj. Te Isten. Nem emeli meg az elejét? Te, nem a levegőben van az a kerék? Nem jó. Én nagyon fosok ettől, hogy ez... Hogy fog ez működni. Jó, hát ezt még viszi vidd a rogyot, de hát ott azt... Hát ezt nem erre találták ki, ezt az Urzuszt, mi? Ez a baj, traktort már nem tudok venni. Kamion se tudok venni, terrautók között nincsen valami? Mindjárt megnézem azt még, gyerekek. Nézzük meg a nyerges, nincs-e valami a módosítottak között. Nyerges ifa, nincsen nekünk nyerges ifánk? Zil.
Aha, itt van a izé. Valamihez. Megnézzük a nem. 215 ezer. Jó van, akkor így lesz ez, gyerekek. Hol helyre járok? Hátrébb mi? Nem, hát ide kell le. Ha, hol van? Ezt is nem tudom ezt így. Ó, oh, gyerekek, hát fiú, hát izébe megy, csináljuk be, ó, oh, gyerekek, na hát akkor ezt az kellene ezzel, ezzel, oh, baj, azt a betyel, gyerekek, buszmentés izébe, Urzusszal, hát itt, oké, síktelepen, na tudjátok, mi lesz a baj, amikor majd olyan helyen járunk. Na, föl kéne, ezt elvileg le lehet valahogy nyitni, ugye, mivel? X-en. Meg ezt azt hiszem, hogy szét lehet csatolni valahogy, nem? Ja, ez nem az a fajta, ez nem az a fajta. Oké. Na gyerekek, föl kéne járnunk a daruval rá. Működhet ez, csak valószínű esély van arra, hogy be fogja lökni az árokba. A mi kis, csodálatos urzusunkat, ez az egész szerelvény. Jaj, hát ez igen, ez egy kicsit bora. Ezt megindítjuk. Ah, yes. Okosan, rendes egyel fogok fölmenni rá. Meg fölmegy-e rá egyáltalán? Na, nézzük okosba. Meg ugye rejteltesen kell figyelni az oszlopokra, fákra, nehogy elakadjon. Egyébként ezt lehet, hogy úgy kellett volna, hogy hátrafele legyen. Nem tudom, na mindegy, megpróbáljuk így. Ugye nagyon magas. Ez ilyen széles? Azt az anyja úristenét. Ez bazd, el se fél rajt. Most ezt el kellett találnom, hogy középen, hát mindig nem. Jaj! Nem megy föl rá, gyerekek, nem megy föl. Azért bemegyek a kerekek közé, vagyis a lánctalpak közé, nem elég széles. Megpróbálom még egyszer, csak az a baj, hogy leesik róla, akkor aztán lesz mentés, hallod? Akkor darut menthetek. Á, nem, beesik, bemegy közé, figyeld. Aha. De ez nem kell elvinni ezzel, na mindegy. Hát viszont a buszt úgy föl tudjuk emelni majd. Jó, gyerekek, semmi probléma. Figyelj, ezért nem vettem meg azt a keretet. Vagy ez kimente a világból. Mindegy, el kéne menni akkor a traktorral. Ezt leállítjuk, félreállunk. Ezt elmegyünk a traktorra. Ezt lábon kell levinnem az eszközt. Jó, mindegy. Hát meg lehet, hogy nem nagyon bírta volna el. Kicsit, mint hogy emelkedtek volna a dolgok. Nem tudom, azt észrevettétek-e. Emeljük, jó. Belső nézetbe mindenképpen. Oké. Csapjuk neki, gyerekek. Megpróbálkozunk vele. Óvatosan a forgalomba, meg minden. Ugye van egy olyan ilyen pótkocsi az újabb FS-ekben, amelyik így le tudod teljesen rakni, és szét tudod nyitni, és akkor rá tudsz állni. Ugye egy szét tudod ketté tudod kapcsolni konkrétan. Na jó van, figyeljetek, szerintem itt nagyon nagy probléma azért. Jó, tesz be az. Aha, ott van szerintem az eszköz, az a meddük át. Az a keret. Most aztán valami nagyon nagy ívbe kell kifordulnunk, meg amikor nagyon-nagyon nem jön semmi. Most bemánkoltuk. Szándékos volt ez a hatalmas ív egyébként. Még lehet, hogy ez is kevés lesz a táblát, úgy kivisszük mind a szart! Nem, az pont megcsináltuk. Még jó, hogy nem jött semmi. Ide kellett egy ekkora íves fordulás. Jó, megpróbáljuk autentikusan, szépen, okosan csinálni a dolgokat. Az autentikusság, tehát ilyen valamennyire realisztikusan. Hát remélem, hogy működni fog minden. Baj, hogy jönnek szembe is, meg minden. Ugye rohadt nagy ívbe kell egy ilyen nyergessel fordulni, bazen. Na!
Hát én voltam, ugye? Jaj! Várja. Az én voltam. Majd írjátok meg, hogy ez volt-e Keepernek hibája benne, mert várja, hadd nézzem már meg ezt a szituációt. Egyébként a saját oldalából vagyok teljesen részvá meg, vagy nem tudom. Nem magamat akarom menteni, de... Aha, hát ez a vegyek, ez megy át. Egyébként ezt csinálják, hogy így... Úgyhogy szerintem ez nem. Ez úgy fordul, hogy ő átmegy, aztán oda neki vágtat. Úgyhogy ez rohadtul nem az én hibám, ott hülye gyerek. Mármint a sofőrnek oda. Jó, megpróbálunk valahogy kikecmeregni ebből a szituációból. Hát ezt a földszérébe kell vinnem ezt az utcát. Gondoljátok, írjátok meg szerintetek, hogy legyen-e büntetés 20 ezer a keepernek, vagy ne legyen-e. Ez az én hibám volt, vagy nem az én hibám volt. Ja, nem tudom egyébként. Megnézem, hogy fordulnak itt, hogy van leszkriptelve. Hát érdekes volt az a tárautó. Aha, az átmegy ott. Itt fogja magát, átmegy abba a sárba. Hello! Hát ez nem így volt. Úgyhogy... Közös megegyezés alapján az volt, hogy ezért, hogy Keeper nem csinált hülyeséget. 20 ezeret most levorunk meg, elé jobb maga. De egyébként nyugodtan írjátok meg, hogyha valaki úgy gondolja, hogy az én hibám volt, de szerintem teljesen az én sávomban voltam. Itt meg viszont, ja. Egyébként nem egy túlzottan széles az a cuccám, ahhoz képest, hogy... Jó, ez a traktor kicsi, ahhoz képest széles, de amúgy nem. Na, legalább teszteljük, hogy... Mennyivel tudunk fölfele belül? 11-jel megy fölfele üresen gyerekek ezzel a döggel. Egy ekkora lejtőn és egy ilyen sokkal nagyobb lejtőn kell majd fölfele húznunk a buszt. Vagy pedig nem biztos, majd meg kellene nézni, hogy nincs olyan opció. Figyeljetek itt okosba, most nagyon gyorsan ki kellene menni innen. Nem semmi. Ja, olyan jó nagy évbe kell sajnos fordulnom. Ja, hogyha itt van egy ilyen hatalmas emelkedő, látod. Lemegyek inkább az útról, basszus, ezek nem biztonságosak. Van itt egy hatalmas nagy emelkedő. Tehát, hogyha a faluba... Ja, és ugye a buszt a izébe kell elhoznom. A busz megállóba. Buszpályaudvarra. Szépen lassan, nem kökapkodjé. És ki kéne tennem teljesen, mert ha pont akkor jön valami, akkor biztos, hogy belecsettintünk. Valami így okosan. Hát kijövök ide teljesen a szélire. Ugye ez még rosszabb, mint hogy a kamionnal fordulna, mert itt a dolly is, még egy csatlakozási pont van. Ugye simán nyerges vontatóval vontatnál, akkor egy csatlakozási pont van, így már kettő van. Na, lemegyünk ide. Jó. Na, ezen az emelkedőn lehet, hogy nem fogjuk tudni felhúzni a buszt, azért lehet, hogy meg kéne nézni, hogy van-e egy másik út. Ebből van valami fődes út is, amire tudnák rángatni. Egyébként, lassan követni hallod, mert ez lelök minket az útra, mint a szart. Jó. Szerintem az egy ilyen, az a baleset az úgy működött, hogy tényleg mind a ketten hibáztunk, ő átjött a szél. Figyelj, én igazából nem hibáztam. De én az én sávomban voltam. Nem? Most az én sávomban megyek normálisan az úton. Szó szerint az én oldalamon. Akkor, hogyha nekem jön oldalról bazza, akkor nehogy már az én hibám legyen. Mert oké, hogy kanyarodnom kell, de akkor még nem húztam át a másik oldal. Hol van a busz egyébként? Ne, ahogy túlvegyünk rajt, basszus. Hol a busz? Ott a busz-e. Hát ezt nem tudom, ezt a mentést, ezt hol tudnánk megcsinálni, mert az a baj. Hogy? Itt forgalom van, úgyhogy lehet, hogy le kéne mennem a főt. Várjátok, én itt most megállok. Én itt most megállok, nem érdekel. Talán nem posztolnak belém. Ja, hát itt valahogy le kéne mennem az útról. Nem tudom, itt az a baj, tele van videó checknette. Ezt ki kéne találni, de rámegyek a földre, bazzagon, de nem fogok elindulni az Istennek. És lehet, hogy még izé lesz itt Weimar meg Vonorud. Kettő géppe körül izére küzdelem. Hol menjek le? Itt jó, itt neki van durralma még az izének is. Aha. Nem tudom, bazza.
Szóval hol tudnék lemenni erre a földre biztonságosan? Lehet, hogy túl kéne menni, és akkor van egy, biztos van valami bekötő út. Hát itt figyeld. Azon a részen itt egész jól el lehetne menni, csak hogy jelölöm meg. Jó, itt túljövünk, aztán valahol lemegyünk, ahol már lankásabb. Bár aztán tényleg lehet, hogy van ám egy földes út, ami rámegy, akkor ott lenne rá, érdemes ráfordulni. Meg egyébként a földön föl tudnám húzni, az lenne a legjobb. De nem biztos, hogy föl tudom. Szétrúgjuk a izét, a gyöppöt. Megnézzük meg. Aha! Talán, nincs semmi. Nem hiszem ebbe az erre a földre, hogy lehet rámenni. Jó, itt a izédé. Itt van egy, ez basszus, mi ez a hely? Itt van az izé, az erdészet egy része, nagyon jó, imádom. Figyeljetek, levegyünk teljesen eddig a tábláig, figyelmeztető jelzős tábláig, és akkor ott bemegyünk a földre, és fölmegyünk a buszig. Az lesz itt a szituáció. Próbáljuk meg életűen csinálni. Nem érzem hibásnak magam abban a balesetben. Most tehát tényleg. Milyen látótávolságban ott megy föl egy terrautó a templom környékén, azt látom innen, tök jó. Nem érzem magam hibásnak a balesetben. Halál komolyan, gyerekek. Viszont kéne találni valami földes utat, ahol majd, lehet, hogy visszagyalogoló. Na gyerekek, megyünk. Megyek, ne aggódjatok, baze. Mi a mentő? Hát bőven ráérsz. Nem szirédázik, nem? Na, nyokosba izé a földet. De legalább egy kicsit kisütött a nap, nem? Vagy nem tudom. Egyel világosabb van. Na, bemegyünk földön, megpróbálunk fölmenni. Hát lehet, hogy nem fogja tudni elhúzni az a traktor. Ja, egy földes utat jól lehetett találni. Amelyik, igen, le tudnánk jönni esetleg a izével is. Darúval. Ó, a felelősség egyébként zavar, hogy nekünk durrantott az övie. Na, itt kellene befordulni okosba. Mennyi. Na, hát itt aztán, hogy el tudjuk elhúzni ezer. Azt a betyár, jaj! Na, itt aztán lesznek bajok. Jó, elhúzza. Tize. Honnan érdik? Azt a bőtyár, öcsém! Pörögnek még az elsők! Azt a keresztbe kapta itt a szar! Hallod, rendesen tartani kell a kormány. Hát, itt meg viszont emelkedik a történet. Nehogy már ide beleragadjunk, mert akkor az nagyon jó lesz nekünk. Jó, lefele meg kell fordulni, és esetleg szerintem fölfele már biztos a busszal nem fogjuk tudni felhúzni ezt. Azt a bőtyár tök jó! Hát rendesen rúg a gép benne. Igaz, hogy az első kerék is, pedig annak nem kéne. De rendesen bazzak, izéli kell, hallod? Ellenkorványozni kövel össze-vissza pattog itt, meg... gyerekek! Most kéne egy diffizár, mert úgy látom nincsen. Kicsit lekotlottuk, jó, még meghúzza, jó van. Hát fölfele semmiképpen ezt nem fogjuk tudni elvinni. De egyébként marha jó, nagyon élethű. Hát az első kerék a tengelyig van. Tök jó. Jó, és valami földes utat keresek, és úgy kérne lejönnem a izével, a darúval ide. Na, megindultunk el, már megyünk tízzel is. Hát ezt tudja, hogy nem fogok feltúzni ezen a földön, de lehet, hogy megpróbálnám. Na gyerekek, akkor ez valahogy ide kéne állnom, és akkor lehozni a darut is. Viszont, jó, azt mindjárt mondok valamit. Lehet, hogy azt mondjátok, hogy nem autentikus, hogy az Urzusszal itt szenvedtetem ezt a dolgot, de legalább autentikus az, hogy hogyan viselkedik, hogy nagyon-nagyon szenved. Hát ez remélem fölfér erre, biztos fölfér. Na gyerekek, most direkt gyalog elmegyek, meg akarom nézni, hogy nincs-e valami földes út. Aztán mennek a földnek a végébe föl, megy egy földes út. Az nagyon jó lenne. Az mi az ott az a valami? Az mi ott van? Egy híd. Az az a híd. Nem, ez nem az a híd. Itt vannak bazza olyan opciók, gyerekek. Nem, itt nem lesz földes út szerintem. Itt jön a következő föld, de itt egy földes út, figyeld. Hogyha ezen föl tudnánk mókolni magunkat, hát ami nem biztos, hogy sikerülni fog, akkor itt van egy földes út, de viszont a darúval le tudok itt jönni legalább, már az is jó. Na nézzük meg, akkor nem kell kerékbúzsálnom a darúval mindenen keresztül. Jó.
Mi van, Sanyi, megnyugodtál? Vigyel, csinálok neked macsit, vagy ebédet, vagy nem tudom, mi van most. Ebédet kell, neki csinálom. Na, ellen a földes úton valahogy föl kéne jutni majd. Vagy le kéne jutni majd. Huna falu. Jó, ha felemegyek, szerintem le fog fordulni balra, és oda fog csatlakozni a vasmacska kocsmához körülbelül. Vagy nem? Vagy nem? Nem, bazze. Rossz fele megyek. Ma megint. Dik az. Most semmi foglalja, most elnekek. Kicsit etévedt a főcélibe. Azért mondom, hogy tök más velem én, Skipper. De hát akkor várjál. Szintén ugyanaz. Ugyanaz a hangszer játszik, de cseszhetem, nem megy tovább az út vége. Hát akkor ez nem lett nyerő. Nincsen földes út itt. Nincs. Hát de mekkora így királyság. Nincs földes út bazza. Pedig azt örültünk volna neki, nem? Gyerekek! Akkor cseszhetem. Hú de kár. Ugye kísérek az izére, az aszfaltos útra. Ó, a fene essen bele. Pedig jobban volna. Elvágok itt az izére, búzatáblán. Ott van a daru, hallott? Nézd meg milyen magas. Mint a templom, bazze. Ott van az izére, ott van a gémje. Viszont szerintem az a keret az bebugult a földbe, bebugolt. Ja, itt van egy földes út, de nem sokáig visz. Úgyhogy erre meg nem érdemes nagyon rájönni. Ahogy is újlag. Vaspacska kocsmához beállok a izébe. Léber vagy milyen darúval. Na, meg kell nézni itt a garázs, de hogy... Szerintem voltak, vannak itt problémák, hogy nem vettem meg azt a keretet, de szerintem megmentem, itt van, és azt eladom. Megveszek újra, mert láthatod, hogy bugi van, bugi. Egyebek. Itt van. Jó, most nem bugolt be annyira. Egyébként igen. Sanyi, ne fúrjad be magad mindenhova, szépen okosba legyünk. Ráakasztom akkurátusan így. Ujjjj, kicsit bugizik. Jó, annyira nem. Jó van, oké. Okay. Hát neki kéne indulni, mint az őrület. Az őrület, az egyen fogunk menni, vagy kettővel. Hát bánom egyébként, hogy semmilyen földes úton nem tudunk lemenni, de szerintem mégis megkockáztatom a földön átmenni. Mert legalább annyira autentikus szerintem a földön átvágni ezzel, mint az aszfaltos úton szétfajkóni az egészet. Na gyerekek, csak ne gyűjjön semmi addig, hallod? Addig ne gyűjjön semmi. Ezt lehet, hogy egy kicsit még följebb kéne emelnem. Na bazze. Jön egy zíl. Szerintem jön egy krozis is, vagy biafere az. Jó van, az alatt te félre. Fölkapom, hallod? Odébb teszem. Egyébként nagyon furán fordulok. Úristen, mi van ez? Mi az a nagy forgalom itt, hallod? Oké, okay. Elment a gaz is. Üté már gazba? Van az a poér. Ismeritek? Egy régi mém. Mit mond a csávó erre? Üté már gazba? Hát... Csinált is még mást is. Szépen okosva itt erre a földes útra lecsullaggodunk ám. Jó, beállítjuk a tempomot ott egy 10-re. Itt elvergődünk egyelőre, azt utána meg levegyük a földön szerintem. Remélem nem fog elsüllyedni ez a kotla. Meg gondolom a súlya az így megvan adva ilyen, mit tudom én, 100 tonnába. Így el. Frankó gyerekek. Nagyon jó. Szuper. Ez a nézet az olyan nem beteges. Na. Egyébként ezzel azért lehet, hogy első prégem lenne bárhol is, nem? Srácok.
nem fogok átélni, hogyha óvatos baj, itt a tagucsába megállunk. Menjetek gyerekek, mert remélünk rá, mert is van, már az izé, zikaruszba bazze. Már küszöböt rágják az emberek, mert olyan éhesek. Ott vannak, ott várnak két napja. Ma azóta learadtunk három földet. Na, ennyi már! Jó, átcsullankodunk, aztán megpróbálunk leugrani itt, levezényelni. Elvileg így körülbelül így vegyük torony irány. Kicsit be is gyorsítuk, mert miért ne? Bírja ez, nem gép, ha nem bírja. Ezt a keretet már megint sikerült összetörnöm instant. Gyerekek, kár, hogy ezzel nincsen egy vontató pont, mi? Ezzel el tudnám rángatni azért azt a kort, izét, szörölvényt. Na, merre van gyerekek? Valamerre arra, ugye? Jó. Ott van a... Jaj, nagyon jó. Egyébként az erre a földes útra, hogyha föl tudnám húzni valahogy, akkor tök jó lenne, mert el tudnánk kerülni konkrétan az egész hóbelebarcont. Nem valahogy, tudjátok, valahogy úgy kéne megközelíteni. Ez, figyelj, kell egy nagyon jó úti terv. Mert ugye van olyan, van a hátsó úton, amelyre van az én nekem a gazdaságom, arra nem járnak autók. Úgyhogy azt ki kellene akkumulálni, hogy úgy, hogy tudnánk mi ezt megoldani. Majd mindjárt rájön a kép rám. Az lenne a jó, az lenne a jó. Hogy arra az útra kimenni valahogy rátévedni, és ott nincsenek kocsik. Ugye átnézzük a térképet, gyerekek. Ezzel meg szerintem megálltam itt, és szerintem rohadtul jó helyen vagyok. Körülbelül, ugye? Állítjuk a motomat, és kiszállunk. Jó mentésre alkalmas a pozíciónk. Meg kéne nézni ezt az úti tervet. Úti tervet. Na, ami megy ott a hátul. Van nekem egy, van egy ötletem, hogy hogy lehetne itten valahogyan kivánszorogni. És akkor az mindenképp a földeken is kellene menni, meg a föld szélibe. Mert a legnagyobb probléma az lesz, hogy a falunk keresztül, tudjátok, az Y-elágazóban, ami van ott, a bolt előtt, a kóbolt előtt, ott biztos, hogy nem fogok tudni elfordulni ezzel az egész szerelvénye, főleg úgy, hogy járnak az autók. Úgyhogy itt valami nagyon-nagyon-nagyon fifikás megoldást kell kitalálnunk a következő részbe. Ugye hátulról kellene megközelíteni a busz megállót, onnan, ahol van az én gazdaságom. Azt kellene valahogy kitalálni, föltérképezni szépen, és ott végig menni. Na jó van, srácok, nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Szerintem itt nyomok egy mentést, és innen folytatjuk, mert igazából két órás rész lenne legalább, hogyha én még így hozzá csapnék deugokat. És annyit még szeretnék mondani, hogy még egyszer köszönöm a támogatóknak, vagyis a csatorna tagoknak, akik támogatják azt a projektet, hogy ugye a garázs videók létrejöjjenek úgy körülbelül decemberbe. Köszönöm szépen még egyszer, sziasztok!